Az ifjúságpolitikai együttműködés kerete 2010-2018 időszakra, és ebben a témakörben készítem a jelentést az utolsó három évre vonatkozólag, és ez számomra egy kihívás, hisz ifjúsági szervezetekben dolgoztam, illetve azt látom, hogy az ifjúsági szervezeteknek nagyon sok igénye van, javaslata van, amelyekkel Európának foglalkoznia kellene. Azt kell látnunk, hogy a fiatalok nem érzik, nagyon hátrányos helyzetben érzik magukat, egyre inkább nem látják a jövőt, és nagyon sok helyen nagyon nagy mértékű a leszakadás, igazából a fiataloknak a távolmaradása, a marginalizációja növekvő tendenciát mutat. Én azt gondolom, hogy be kellene jobban vonni a fiatalokat, a politika kellene szóljon a fiatalokról is, hisz ha ma megnézzük a politikai döntések, a közigazgatási döntések nagy része egyáltalán nem szól a fiatalokról, inkább azokról az idősebb korosztályokról, akik elmennek szavazni, és ezért pont a fiatalok is távol maradnak egyre inkább a politikától, de azáltal, hogy távol maradnak és az érdekük nincs képviselve, én azt gondolom, hogy ezáltal nagyon sok lehetőségről marad le az ifjúsági korosztály, és ezt láttam a jelentés folyamán. Nagyon sok konzultációt tartottunk itt Brüsszelben, otthon Romániában, Erdélyben, Székelyföldön, amelyeken az jött ki, hogy igenis a fiatalok szeretnék, hogyha véleményük figyelembe lenne véve. Ahogy jeleztem, 20 évig, közel 20 évig ifjúsági vezetőként tevékenykedtem, és tudtam jól, és sokszor megtapasztaltam, hogy milyen nehéz az, hogy igazából a politikai döntéshozásban a fiataloknak az érdeke kimarad. Ugyanakkor azt kell látni nálunk Romániában, Erdélyben, Székelyföldön, a fiatal családoknak a helyzete az igenis egy nagyon rendezetlen és nagyon kaotikus állapotban szabályozott Romániában. Igazából a fiatalok rá vannak kényszerítve, hogy elmenjenek külföldre, tehát nem lehetőségként élik meg akár Európa más országában való munkavállalás, hanem egy kényszer, és ezen kellene változtatni. Azt szeretném, hogy akik el kell menjenek pár évre külföldre dolgozni, tudjanak visszajönni, ezzel kellene foglalkozzon az Unió, ezzel kellene foglalkozzon Románia, és azt kell látni, hogy a családok helyzete mellett a fiataloknak a bevonása, a fiatalok érdekeinek az érvényesítése a döntésekben nálunk Romániában is egy más szinten sokkal hatékonyabban kellene megtörténjen. Ezért is azt szeretnénk és abban bíznánk, hogy a hátrányos helyzetű, a kisebb térségben élő fiatalok, tehát a kisfalvakban élő fiataloknak az élethelyzetével foglalkozzon az Unió, és minden uniós támogatási rendszernek legyen fiatalokkal foglalkozó része, hisz ha nem kapnak a fiatalok, a fiatal vállalkozók, a fiatal családok, az ifjúsági szervezetek támogatás lehetőséget az Uniótól, akkor biztos, hogy az Unió számára nem lehetőségként marad meg az ifjúság, hanem az Unió számára problémaként kell kezelni az ifjúságot. Ezt szeretném, hogyha ezen tudnánk változtatni.